Szlovénia a jövő héten megkezdi a kerítés lebontását Horvátországgal közös határán. Az új baloldali kormány belügyminisztere a döntést azzal indokolta, hogy a migráció a modern társadalmak része. A tárcavezető egyúttal azt is bejelentette, hogy egy tanácsadói testület is létrejött, amely szorgalmazza majd a migrációs útvonalak létrehozását, a menekültügyi eljárások hatékonyabbá tételét és a társadalmi integrációt, beleértve a migránsok munkába állását. Lendva Magyar Lovrics Mirjana. Szlovénia még 2015-ben a legnagyobb migrációs hullám közepén építette fel a 176 km hosszú peng- és drótkerítést a Horvátországgal közös határán. A hadsereg a jövő hét második felétől kezdi el lebontani a kerítést, és becslésük szerint 150 nap alatt végeznek majd a munkával. A kerítés lebontása a Robert Golob vezette új baloldali kormány egyik prioritása. A baloldali kormány ugyanis azt hangsúlyozza, hogy a migráció a modern társadalom része, ezért legalizál a migrációt, biztonságosabb útvonalakat hoznának létre, és könnyítenék a menekültügyi eljárásokat. Mindeközben Szlovéniában 75%-kal nőtt az illegális határátlépések száma. Az év első 5 hónapjában 4333 illegális határsértőt fogtak el, vagyis csaknem kétszer annyit, mint tavaly ilyenkor.